gyűjteményemnek a száma körülbelül 142. 32 évvel ezelőtt kezdtem tudatosan gyűjteni, azelőtt is volt pár gitárom. Gitárgyűjteménye egy részét mutatja Rimaszombati lakásában Pákó Mária, aki viszonylag későn, középiskolás korában tanult meg gitározni, de akkor talán még maga sem hitte, hogy egy életre elkötelezi magát ezzel a csodálatos hangszerrel. A gitár szerelmese lettem, és a zene szerelmese. És nagy szerencsém volt, mert a tornai gimnáziumban találkoztam egy csodálatos magyar szakos tanárral, Bódi Bertalan tanárúrral, aki vezetett egy úgynevezett alkotókört, és ennek a tagja voltam, és akkor azt mondta, hogy no kedveském, most pedig zenésítsen verseket. És akkor megzenésítettem Ady Endre Párizsban, tegnap beszökött az ősz, és akkor a mi osztályunkban nem szavaltak a verseket, a diákok és a osztálytársaim, hanem énekeltük. Úgyhogy innen kezdődött a vers szeretete. Áld meg Isten, mi szép hazánkat, bőséges áldásra. Pákó Mária élete a zene és a gyermekek zenei nevelése. Célja, hogy közelebb hozza a költészetet a fiatalokhoz. Nevelőként 30 évig foglalkozott tehetséges gyerekekkel, több ízben rendezett tehetségkutató versenyt és néhány zenekar indulását is segítette. Előszeretettel zenésítette meg a gömöri költők verseit, köztük Tompa Mihály, Pósa Lajos, Gömöri Kovács István és Gyűri Dezső költeményeit. Gömör a szívem csücske, és szeretem azt a várost, ahol élek, és ezeket a költőket én úgy gondolom, hogy nagyon kevés ember, nagyon kevés művész veszi észre, és nekem pedig nagyon tetszenek ezek a versek, amelyeket zenésítek. Örömzene műhelyében az eltelt évek alatt számos formáció látott napvilágot. Alapítója a Tompa Virágai, a Csillagvirág, a Tűzvirág, a Viharvirág, a Mákvirág, az Ütősötös, a Ne Felejts, valamint a gitáros sok együtteseknek, amelyeknek lényege a közösségépítés, azon belül pedig a gitározás szeretete volt. Nagyon szeretek Marika nénivel gitározni, és ez azért tetszik, mert megtanulom a magyar költőknek a verseit, és megzenésítve el tudom játszani. Láttam Marikát ilyen videókból, hogy tanítsa a gyerekeket gitározni, és nekem ez nagyon megtetszett, és mondtam a szüleimnek, hogy én szeretnék járni gitározni, és azóta lényegében, mióta elkezdtem, azóta rendszeresen járok gitározni, fellépni. Pákó Mária tanítványai a Tompa Mihály országos versenyen a megzenésített versek kategóriában rendszeresen aranysávos helyezést érnek el. Megzenésített verseivel ma már nem csak a felvidéki iskolákban, de sokszor határon túl is tart rendhagyó zeneórákat. Ehhez azonban elmaradhatatlan a rendszeres gyakorlás és a kitartó munka. Minden nap olyan 15 percet gyakorolni, és akkor még hogyha együtt vagyunk, akkor egy egész órán gyakorlunk. A kis lapon, a hegy oldalon, tüzet rakott. Ez pedig már a Rimaszombati Református Oktatási Központ díszterme, ahol az intézmény alsó tagozatos diákjaival éppen a költészet napja alkalmából találkozott Marika. A gyerekek már jól ismerik, hiszen nem először találkoznak, s mint minden alkalommal most is egy felvidéki magyar költő megzenésített versét tanulták meg közösen. A zene felületén, eszközén keresztül a gyerekekhez sokkal könnyebben eljut a szó, és a szónak az értelmezése is. Mivel, hogy egy dallam, egy keretet biztosítunk a mondani valónak, sokkal könnyebben befogadják, és magukével teszik ezt a mondandót a zenén és a költészeten keresztül. Pákó Mária eddigi munkásságát számos díjjal jutalmazták. 2021-ben kiérdemelte a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége pedagógus életpályadíját. A zenélés maga is nevelő erő, mely a közösségben még inkább hatványozódik, vagy a Pákó Mária, aki tevékenységével, a zene szeretetének átadásával a gömöri magyarság identitásának megerősítését is küldetésének tartja.